Nagy bajban vagyunk, Sanyi. És mi legyen a probléma, kolléga? Hát semmi sincs a széktetején. Ezzel az űrlényes hülyeségemmel napok óta szivatsz engem. Menj el valahova. Nem, most esküszöm, látok valamit. Nézz fel az égre. Ott van valami rémisztő dolog. Azt a becsárját, hogy ez tényleg rémisztő. Én vagyok az, csetek a kilen... Mondjátok, mennyire volt egyértelmű, már kezdek kifogyni az introletetekből. Nos, üdvözlök mindenkit, én Csetaka vagyok, és a mai napon eljöttem egy újabb horrorjáték, aminek nem más neve, mint They Are Here, An Alien Abduction horrorjáték. Avagy, itt vannak ők, egy űrlény találkozási horrorjáték, ha jól gondolom ez. Mindegy, kezdjük a lényeget. A sztori eléggé egyszer, mivel még csak demo változatban van, egy farmon vagyunk, és valami eltűnést vizsgálunk meg, mint újságíró, ha jól tudom. Valami megmagyaráztatlan dolog történt a Greasewood farmon. Egy augusztus 7-i estén a Sherman család fényes lámpákat vett észre az égen, amik mozogtak szinte fénysebességgel a mezőn át. A lámpák össze-vissza mozogtak, másmilyen sebességgel, egy idő után pedig eltűntek. Ez a furcsa viselkedés az elkövetkezendő 5 éjszakán megismétlődött. A többit nem fogom elolvasni, mert lusta vagyok. Ó, nézzük csak. Ó, csináljunk egy fotót. Mondom, le kell rázni, hogyan szoktuk. Ez tökéletes anyag lesz. És itt van a kukorica mező, ami... nem látok. De, Isten, nézzétek, van kukorica. Lények, ott vagytok? Érzitek-e a szagomat? Van itt valami ilyen lap, ezt olvassuk el. El kellett nagyítani? Mr. Fox, tettünk egy egyességet, de valami borzasztó történt. A lányunk eltűnt, a feleségem elment a városba segítségért, én a fiammal megnéztük a farmot. Adjunk önnek és a rendőrségnek üzeneteket, hogyha netán nem találkoznánk. Fantasztikus, köszönöm szépen, uram. Ha. Feladat? Járjunk körül a vityillót. Hát jó van, én körüljárok itt minden vityillót. Én már olyan sok házba törtem be az évek alatt, hogy már tök mindegy. Fantasztikus. Eléggé átlagos háznak tűnik már, mint hogy most van egy lány meg egy fiú. Jut eszembe, srácok, azt akarták mondani, hogy vészünk el a játék, szóval fantasztikus. De majd csekkoljuk le a szobákat, ahol mondó vagyok. Magamra nyitottam. De jó kis szoba. Ez mondjuk esküszöm feelinges ez a szoba. Nagyon mind van ide írva. Ez lányom szobája. A mai éjszaka hallottam furcsa hangokat. Amikor bejöttem, nem volt az ágyában, és az ablak nyitva volt. Szerintem valószínűleg elrabolhatták azok a dolgok. Holy Jesus! What is that? What the f*** is that? A kislány. Úgy tűnik, hogy ezt a rajzot az eltűnt lány csinálta. Ha jó van, itt van egy walkie-talkie, az gondolom kellett. Úgy tűnik, hogy az eltűnt kislányé lehetett. Hogyha csendesen hallod, mint hogyha hallatná a furcsa hangokat. Bomb has been defused. Ja. Akkor gondolom, ez a fiú szobája? Ha jó, ez gondolom a fiú szobája. Vagy a szülőké. De lehet a... Nem, ez a szerintem a szülőké. Ugye itt nem lehet elbújni. Talán kérlek, ne kelljen elbújni. Várjunk csak, valami jön, nem? Ez nem jó. Kiégeti a szememet, ez micsoda ez? Az igen, felnyomták a Brightest. Van nálunk zseblámba? Van, ugye? Áll, az ennek van. Miért érzem úgy, hogy mostantól fog beindulni a játék? De felborítottak itt egy-kettő dolgot, szóval bejöttek, nem? Hát ez rémistően érdekes. Az űrlény! Ne! Ott vannak az űrlények, E.T. hazajön, úgy tűnik. Hát jó van, ezt is letudtuk. Akkor szerintem a mondó vagyok, hogy hagyok egy üzenetet. Hé, Sherman család, elmentem! Bocsi, nem találtam senkit! Mi van ide bente, he? Ez micsoda? It's some strange device. Peter Sherman szerint egy űrlényből kivett valami kis chipet. Elvigyük. Persze, miért is ne? Helyékás, láttalak ám. Egyre többe... Az nem jó. Ja, az nem jó. Ezek fixen űrlények. Nem hiszem, hogy ezek nem űrlények. Halló, űrlénykéim? Itt vagytok? Itt volt egy. Helyékás! Eltűnt. Shift! Fuss a kocsihoz! Futok! Amilyen gyorsan csak tudok. Az igen, az egy oszta betyár, mekkora vagyok a kocsihoz képest. Eléggé kicsi. Az ott mégis mi a franc? Az nem jó.
Szent Mária, hát jó, ez nem lesz jó. Békével jöttem, esküszöm. Léci. Léci, nem, én esküszöm se volt. Yeah.